Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom. Szeretettel köszöntelek titeket testvérek ezen az esti evangelizációs alkalmunkon, és utoljára köszöntöm ezen a héten Bódis Miklós testvérünket, aki Isten igéjét hirdeti itt közöttünk Noszvajon újra. Hála Istennek ezért! Csak bíznod kell.
most az életed a fénybe vezet, kezd most el, indulj el, mától minden más, mert örökké élsz majd, Jézus vigyáz rád, megvéd és megtart. Ő ígérte azt, hogy soha el nem hagy, mindig veled jár, és fogja kezed, mert nagyon szeret. Lesznek majd kérdéseid, rád tör a kételj, a félelem. Ne hagyd, hogy győzzön a kétkedés, Krisztus megtart, hogy szilárdan állj. Most az életed a fénybe vezet, kezd most el, indulj el, mától minden más, mert örökké élsz majd, Jézus vigyáz rád, megvéd és megtart. Ő ígérte az, hogy soha el nem hagy, ő mindig veled jár, és fogja kezed. Nem tévedhetsz el, hogy csak benne bízol, erőt ad az Úr, ha döntened kell. Megvigasztal majd, ha elfáradnál, ő nem hagy egyedül, ő a legjobb barát. Ha minden elpusztul, te akkor is megmaradsz, benne élsz. Mától minden más, mert örökké élsz majd, Jézus vigyáz rád, megvéd és megtart. Ő ígérte az, hogy soha nem hagy, ő mindig veled jár, és fogja kezed. Nem tévedhetsz el, hogy csak benne bízol, erőt ad az Úr, ha döntened kell. Megvigasztal majd, ha elfáradnál, ő nem hagy Úr Jézus, szeretnénk így megismerni téged, aki a legjobb barát vagy, és aki a barátainak nevezte az ő tanítványait. Nunk alig merjük elhinni, hogy a te tanítványaidként mi is a te barátaid lehetünk. Köszönjük, hogy életed adtad a te barátaidért, értünk, és hogy nincs senkiben nagyobb szeretet ennél. Nunk, hadd értsük meg ezt a szeretetet, hadd jusson el egészen, nem csak az értelmünkig, hanem a szívünkig is, hogy így szeretsz minket, így fordulsz oda hozzánk, ma is ezzel a szeretettel. És nyisd meg a szívünket, ahogy énekeltük is, segíts, hogy a szívünk nyitva álljon, amikor te érkezel. Hogy ne kelljen kopogtatnod is, ne kelljen zörgetned sokáig, hanem hadd legyen kitárva a mi szívünk, a mi lelkünk, a mi belső világunk te előtted, hogy meg tudj érkezni és be tudj tölteni minket. Segíts meg ebben minket, áld meg az igét ezen az estén, ami számunkra, ami szívünkben. Segíts, hogy tudjunk megépülni általa lelkileg, tudjunk felébredni, tudjunk feltámadni a lelki halálból, ha erre van most szükségünk, de tudjunk megerősödni, hogyha csak megfáradtunk és talán fásultak lettünk a keresztény utunkon.
Segíts meg minket, kérünk, áld meg a mi együtt létünket. Kegyelmedből a te nagy nevedért kérünk, megváltó Úr Jézus Krisztusunk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Amen. Jövök a kereszthez, neked halált hozott, neked életet. Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, az élet forrásom, testedből ered. Nincsen más hely, nincsen más mód, letegyem bűnömet. Amit gondolattal tettem, vagy szóval elkövettem, teremts újra tiszta szíved bennem. Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, neked halált hozott, nekem életed. Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, az élet forrásom, testedből ered. Nincsen más út, mely szabadságra vezet, nincsen más vér, mely elmossa bűnömet. Jézus, hűséges Istenem, vonj magadhoz engem, teremts újra tiszta szíved bennem. Jövök a kereszthez, neked halált hozott, nekem életed. Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, az élet forrásom, testedből ered. Nincsen más hely, ahol megpihenhetem, nincsen más mód, hogy letegyem bűnömet. Amit gondolattal tettem, hogy szóval elkövettem, teremts újra tiszta szíved bennem. Átadjuk a szót Miklós testvérünk. Jézus Krisztus mondja nékünk, bétült az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Drága testvérek, ma az élő Istennek az igéjét, szavát, a Mózes 5. könyve 34. fejezetéből, az első 7 versből, valamint a 10. versből fogom olvasni. Ma az Úr hozzánk a Mózes 5. könyvéből a 34. fejezet első 7 verséből, valamint a 10. versből szól,
tiszteljük meg az igét, álljunk fel, és alázatos szívvel hallgassuk. Ezután fölment Mózes a Moáb síkságáról a Nébó hegyére, a Pizga csúcsára, amely Jerikóval szembe van, és az Úr megmutatta neki az egész országot. Gileádot, Dánik, az egész Naftálit, Efraim és Manassé földjét, meg Júda egész földjét a nyugati tengerig, továbbá a déli tartományt, a Jordán környékét és a pálmák városának, Jerikónak a völgyét Szoárig. És mondotta neki az Úr, ezt a földet ígértem oda esküvel, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, és ezt mondtam a te utódaidnak adom, megmutattam neked, de nem mehetsz be oda. Ott halt meg Mózes, az Úr szolgája Moáb földjén, az Úr akarata szerint, és Isten eltemette őt a völgyben. Moáb földjén Bét Peorral szembe. Senki sem tudja a mai napig sem, hogy hol van a sírja. 120 éves volt Mózes, amikor meghalt, nem homályosodott meg a szeme, és nem hagyta el életereje. Nem is támadt többé Izraelbe Mózeshez hasonló próféta, aki szemtől szembe látta volna az Urat. Nem is támadt többé Izraelbe Mózeshez hasonló próféta, aki szemtől szembe látta volna az Urat. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek, és összegezve és lezárva a három előző esti evangelizációt egy rövid, 3 perces kis verset hallgassunk meg Bükzsészről, Mihály testvéremtől. Megkérlek, Mihály, hogy mondd el ezt a verset nekünk. Mózes pedig felmegy a Nébó hegyére, Kánaánval szemben, Pizga tetejére. Számadása van itt, ez már az utolsó, azután jöjjön a jéghideg koporsó. Kánaánba néz most ígéret földjére, oda viszi népeit immár 40 éve. De nem csak előre, visszafele is néz, és édes megnyugvás tölti el a szívét. Mert bárhová tekint, mindig csak azt látja, hogy az Úristen volt Izraelnek atya. Ő hozta át népét a vörös tengeren, ő állt bosszút sok ezer emberen. Tűzoszlop és felhő nem őtől leszállott, a viharokban mindig oldalokra állott. Éheztek, megnyílt az egek csatornája, és hultak a fűrjek, szállt a menny mannája. Sziklából vizet csalt szomjazóknak elő, 100 csatában ő volt, karjukban az erő. Bár orcáját gyakran megszomorították, mégis ideértek. A megígért ország itt van már előttük, oda lehet menni, és mire olyan hőn vágytak, birtokukba venni. Áll Mózes a hegyen, múltba visszanézve, de előre mutat Kánaán földjére. Csak ez egy szót sugja, mindent megköszönve, Istenem, Istenem, s leomlik a földre. Köszönjük szépen. Drága testvérek, elérkeztünk ennek az evangelizáció sorozatnak az utolsó alkalmára, az utolsó estéjére. És ezen az estén nagyon sokan úgy vagyunk itt a templomban, ahogy Mózes volt a bemenetel előtt a Pizga csúcsán. 3 este szólott mindenki ez, aki itt volt Istennek igéje. Első este Mózes első 40 évéről szólott az ige, életének első 40 évéről, az egyiptomi fogságba, az egyiptomi szabadulásról,
Egyiptom azt jelenti, testvérek, magyar nyelvre lefordítva, hogy a bűnnek az országa. Még pontosabban Egyiptom azt jelenti, mély Eretz Mitzrayim, héber nyelvből lefordítva magyar nyelvre, azt jelenti, hogy a sötétségnek az országa. És Isten megkérdezte mindegyikünktől már első este, hogy ebből a sötét országból, a bűnnek az állapotából, a rabságból kijöttél-e már? Erre kellett felelni első este mindegyikünknek, akik itt voltunk a padba. Meg vagy-e már szabadulva? Vagy pedig még mindig rab vagy? A bűneidnek a rabja, az énednek a rabja, a kívánságaidnak a rabja, a megkötözésednek, a fenntartásaidnak a rabja. Második este a következő 40 évről volt szó, amikor a Mózes életében nem történt semmi. Őrizte Midian földjén apósának, Jetrónak a juhait, szabadon élt, csendben végezte a maga munkáját, egészen addig, amíg 40 év után, a 40 éves Szela, csend után a Hóreben megszólalt az Isten. És elküldte Mózest 40 év várakozás után Egyiptomba, hogy szabadítsa ki az ő népét a fogságból, hívja ki az ő népét. A tegnap este, testvéreim, ez kimaradt a szolgálatból, hogy tulajdonképpen a 40 éves pusztai vándorlásról volt szó, és ebből a pusztai vándorlásból én nagyon sok eseményt, nagyon sok helyet kiválaszthattam volna a belső harcokkal, a külső harcokkal, Dótánnal, Abirámmal, akár Míriámnak a testvérének a lázadásával, leprájával, de a tegnap este arról szólott Isten igéje, azt a történetet választottam, amikor már Izrael népe majdnem megérkezik az ígéret földjére, de az ígéret földje előtt el kell dönteni azt, hogy az életükön áldás lesz vagy átok. Az áldást válasszák, vagy az átkot válasszák. Ha hallgatnak az Isten szavára, és bemennek arra a földre, amelyet az Úr, az ő Istenük elkészített a számukra, és engedelmeskednek Istennek, akkor áldás lesz. Ha pedig bemennek a földre, de eltanulják a többi ott élő népeknek a praktikáit, akiket éppen azért űzött ki az Isten és pusztított ki az Isten, mert a keleti misztikától a nyugati liberalizmus szabad életig mindent éltek, csak az Isten szavát nem. Cseri Kálmán bácsi szokta azt mondani, amíg élt, hogy ez a magyar nemzet mindent megeszik, mindent elhisz, csak ne legyen benne a Bibliába. Mi mindent elhiszünk, mindent megeszünk, mindent beveszünk. Biblia? Na, azt nem hiszem. Az nem biztos, hogy igaz. A többi minden igaz. És Isten azt mondta, eltanuljátok azoktól a népektől, akiket éppen ezért űzök ki, és pusztítok ki előttetek, és aszerint éltek, akkor átok lesz az életeteket. És drága testvérek, a ma esti ige arról szól, hogy Mózesék megérkeznek a Pizga csúcsára, a Nébó hegyére, én álltam ezen a helyen, szembe Jerikóval, a Jordán völgyével, láttam Coárt, láttam a Holtengert. Megérkeznek erre a helyre, és nézzétek meg, drága testvérek, hogy Mózes nem mehet be az ígéret földjére. Ezt azoknak szeretném elmondani, akik a törvény által akarnak üdvözülni. Akik a törvény által, a törvény megtartása által gondolják a bemenetelt az ígéret földjére. A törvény csak Krisztusig vezérlő kalauzunk, testvérek.
A törvény és a Bibliában Mózes a törvénynek a jelképe, a képviselője, csak az ígéret földjének a határáig mehet el. Tovább nem. A törvény nem megy be a Kánaán földjére. A törvény nem visz be az üdvösségre. Oda Jesua megy be. Oda Józsué vezeti be a népet. Oda a kegyelem visz be. A törvény el tud segíteni a határig. De a határt nem tudja átlépni. A küszöbön nem tud átbillenteni. Erre az Istennek a kegyelme szükséges, és Isten azt mondja Mózesnek, hogy Mózes, nem mehetsz be, de mielőtt meghalnál, megmutatom neked azt a földet, amit ígérettel és esküvel odaígértem elődeidnek, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, és Isten megmutatja Mózesnek ezt a földet, az egyik szélétől a másik széléig, és ekkor Mózes meghal, és drága testvérek, Mózes az egyedüli a Bibliába, akiről a Szentírás azt mondja, hogy őt az Isten temette el. Egyik nagy írónk leírja a Mózes című regényébe azt, hogy milyen szépen csúszott ki a föld, a kövek, a kavicsok Mózes lába alatt, és mint egy puha ágyon folyt le Mózes a hegy aljába, meghalt, és az Isten kővel betemette, kövekkel, a Pizga csúcsáról, és a mai napig nem lehet tudni, hogy hol van Mózesnek a sírja. Most, drága testvérek, én arról az országról szeretnék nektek ma este beszélni, amit az Isten megmutatott a Pizgáról Mózesnek. Arról szeretnék, kedves fiatalok, nektek beszélni arról az országról, amiről Zorán azt énekli, hogy van ott fent egy ország, amit sose rontunk el. Ezt a földi életet, ezt a földi országot elrontottuk. De van ott fenn egy ország, amiben hitt a nagyapja, meg amiben hitt az apja, amit soha nem fogunk elrontani. Egy dolog történhet meg veled, ha ma este nem mész be ebbe az országba. Nem lesz a tied. Országot, drága testvérek, honfoglalás által lehet elfoglalni. Ma este arról az országról szeretnék nektek beszélni, amiről a zsidókhoz írt levél 11. fejezete, itt a hithőseiről van szó, a zsidókhoz írt levél 11. fejezete összegzi az összes a Bibliának a hithőseit, akik hit által győztek, és mond róluk valamit. Nézzétek csak meg, hogy mit. Hit által engedelmeskedett például Ábrahám, amikor az Isten elhívta, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hogy hova megy. Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és most nagyon figyeljetek, hogy mit ír róluk a Biblia. A megígért ígéret földjén, amit az Isten megígért neki, sátrakba lakott, sátorba lakott, nem épített házat. Sem ő, sem Izsák, sem Jákob. Ugyanannak az ígéretnek az örökösei, miért nem építettek házat? Azt mondja az ige, mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, és amelynek tervezője és alkotója az Isten. Hitben haltak meg mindezek, mondja az ige, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, mármint az ígéreteket, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek.
és ha arra a hazára gondoltak, amit elhagytak, lett volna idejük is, és alkalmuk is, hogy visszatérjenek oda. Itt lett volna módjuk, hogy házat építsenek. Ábrahám nagyon gazdag ember volt. Olvassátok el, hogy hány tevéje, szamara, jószága, mindene, egy nagyon gazdag törzsfőnök volt Ábrahám. Lett volna pénze villát, házat építeni, de azt mondja az ige, így jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után, ezért nem szégyelli Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Ezek a hithősök vágytak valami után, vártak valami után. Mózesről az első este azt mondta az ige, hogy kitartott, mert a megjutalmazásra tekintett, és úgy élt, mint aki látja a láthatatlant. Mit látott Mózes, testvérek? 6 éves voltam, amikor a román tengerparton elvesztem. A szüleim kalotaszegi kézimunka készítéssel foglalkoztak. Én a zigehirdetés mellett nekem is van egy mesterségem. Szeretném elmondani azoknak, akik azt hiszik, hogy ne talán én pénz miatt lettem lelkipásztor, hogy 16 éves koromban a jelenlegi lelkészi fizetésemnek a 3-szorosát kerestem meg a kétkezi munkámmal. A nagyszüleim állandóan ették édesapámék fejét, hogy tegyenek már oda esztergálni, nem látják, hogy mennyit keresek. És kézi munkákat készítettünk, gyönyörű sakkokat, faragott kazettákat, írásos párnákat, és nyáron mentünk a román tengerpartra árusítani a németeknek, olaszoknak, magyar turistáknak, és én tulajdonképpen úgy 14 éves koromig a román tengerparton nőttem fel, többször húztak ki a tengerből félig megfulladva, és egy alkalommal 6 éves koromban elvesztem. Úgy vesztem el, hogy a tengerparton felvonulás volt, jöttek a cirkuszisták, zsiráfokkal, elefántokkal, oroszlánokkal, mindenféle állatokkal, és én 6 éves kisfiú tátott szájjal néztem, és azóta is a világnak a nagy felvonulását. És este megvolt, hogy hol lesz a cirkusz, és én egy sovány kis fiú voltam, és a rácsokon keresztül jegy nélkül bementem a cirkuszba cirkusz nézni. És beültem a székbe, néztem a cirkuszt, és elfelejtettem, hogy telik az idő. És nem vettem észre, hogy amikor a cirkusz lejárt, már valahol éjszaka 11:30, 12 lehetett. A cirkuszba a nagy rendezvények után kioltották a fényeket, az emberek felálltak, mindenki elment a maga családjával, én meg egyedül ott maradtam a sötétbe. Mikor kiléptem a cirkusznak a kapuján, megláttam az árusító asztalokat, hogy üresek. Ekkor döbbentem rá arra, hogy el vagyok veszve. Hogy egy elveszett gyermek vagyok. És ahogy ott álltam, és kezdtem pityeregni, egyszer odalépett hozzám egy úr, és megkérdezte tőlem, a feleségével sétált, hogy te gyerek, te mit csinálsz itt? És én keservesen ránéztem, elkezdtem a sírást, és csak ennyit mondtam, én haza szeretnék menni. És ebben a pillanatban távolról meghallottam édesanyám hangját, Miki, kisfiam, hol vagy? És összeszedtem az egész erőmet, amin volt, és belekiáltottam a sötétségbe, édesanyám, itt vagyok. 6 éves koromtól kísér végig ez a mondat, haza szeretnék menni. Tudjátok, hogy miért, testvérek?
mert ebben a világban én soha nem éreztem sehol otthon magam. Csodálatos helyeken laktam mostanik. Kalotaszegen, egy olyan helyen, Kalotaszentkirályon, egy tiszta magyar faluban van az otthonunk, ahol egy gyönyörű patak folyik el a házunk előtt házsfákkal, csobog éjjel és nappal, és ebben a házban én még nem aludtam. Parókiám lett az egész világ, egész héten Noszvajon aludtam a héten. Holnap Budapesten alszom, utána meg Aradon, és azt mondtam a feleségemnek, hogy Etelka, nagyon az az érzésem, hogy én ebben a házban nem fogok soha aludni, még egy estét sem. És drága testvérek, ott van a ház, és nem érzem azt, hogy nekem ez az otthonom. Aztán az első szolgálati helyünk a szilátságba, Ady Endre Heppeuppás Vény szilátságába kezdődött 4 évig, és egy olyan gyülekezetben voltunk fenn a dombon, amelyet a falu így nevezett, hogy a szanatórium, egy ilyen hely volt, mint Noszvaj, tiszta levegővel, szép erdőkkel. Lejöttek az őzek a kertünkbe szénát enni, meg a rókák bejártak. És testvérek, végig éreztem azt, hogy én nem vagyok itthon. Aztán elkerültem Nagyenyed mellé, Magyar Lapádra, a parókiáról látszott egy nagy hegy, tavasszal, amikor kezdett olvadni a hó, akkor ezüstös színbe pompázott, alatta ott volt a nádas, mintha toldi járt volna benne. És azt mondták ott, hogy lelkész úr, ugye innen megy majd nyugdíjba egy 1100 lelkes színmagyar színreformátus falu, és éreztem, hogy nem vagyok otthon. És aztán elkerültünk Hátszegre, a 2500 méter magas retyezátnak a lábai alá, a Bölény rezervátum mellé. És drága testvérek, minden reggel, amikor felkelek és leteszem az ágyból a lábamat, akkor az ablakon keresztül ezeket a nagy havas csúcsokat látom, ahogy Vajda írja, hogy mint mondban csúcsán a jég, minek nem árt se nap, se szél. Gyönyörű szép, de érzem, hogy nem az otthonom. És szeretném nektek elmondani azt, hogy amikor 1990-ben 23 évesen átléptem először a román-magyar határt, akkor nagyon dobbant a szívem. És lehet, hogy én vagyok a legkiváltságosabb helyzetben az egészetek közül, mert én 2 évvel ezelőtt úgy lettem Magyarország állampolgára, hogy elmondhattam kezdő mondatként egy csodálatos mondatot: Magyarországot hazámnak tekintem. De éreztem, ahogy elmondtam, mert szeretem, hogy ez csak félig igaz. Ha igaz lenne teljesen, akkor itt a Szomolyai úton van egy hely, ahol ki van írva, hogy eladó. Azt megvenném, a tiszteltest elküldeném nyaralni. És itt rendbe tenném a gyülekezetet, meg a környéket, testvérek. És jönnék, de szeretném elmondani, hogy érzem, hogy nem ez az én hazám. És testvérek, így bolyongva ebbe a világba, eljött egyszer egy este. Egy februári havas este, amikor meghallottam az evangéliumból az általam egyik legszebbnek tartott mondatot. Tudjátok, hogy hol van megírva? Jelenések 4:1. Azt mondja János, és láttam, hogy van egy nyitott ajtó a mennybe. Van ennél szebb mondat? Láttam, hogy ki van nyitva egy ajtó a mennybe. Mikor? Azon a napon, amikor elszántam magamat az öngyilkosságra. Azon a napon, amikor elszántam magamat a kárhozatra, a pokolra, mert nem láttam kiutat. És azóta nekem az egyik kedvenc énekem ez, hogy a mennyből jöttél közénk, hogy út legyél. Érted?
a mennyből jött közénk, hogy út legyél. Azon az estén az Isten megmutatott nekem egy nyitott ajtót a mennybe, és azt mondta, hogy Bódis Miklós, emeld fel a fejedet, nézd meg, nem csak pokol van, nem csak kárhozat van, nem csak pusztulás van, hanem van egy ország, amit elkészítettem az engem szeretők számára. És drága testvérek, azon az estén elhangzott az Istennek a hívása, és én, aki Dél-Erdélybe, mi tragédiaként éljük meg Trianont, ugye, mint Tompa a Gólya című versébe, ahol leírja, hogy neked két hazát adott a végzeted, a Gólyáról ír, nekünk csak egy volt, az is elveszett, azzal se dicsekedhetünk, mert azt mondja Tompa a Gólyának, hogy menj, és délen, a valahol, a bujdosókkal, ha találkozol, mondd meg, hogy pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve széthull nemzetünk, testvér, testvér, apát, fiú, elad, és mégis ne szóljon erről aljakat, nehogyha valaki még túl a tengeren síre nemzeten, bennünket megutálni is kénytelen legyen. A Gólyának két hazát adott az a végzete. Mi úgy éljük meg Erdélybe Trianont, hogy nekünk az elveszett. Nekünk az elveszett. És drága testvérek, Isten elkészített minden ember számára egy igazi hazát. És azon az estén Isten szent lelke olyan erőteljesen hívott, hogy lépjek be ebbe, hogy nem tudtam ellenállni neki, és eldöntöttem, hogy belépek az ajtón. Leteszek mindent, és belépek az ajtón. És drága testvérek, azon az estén, amikor én kijöttem annak a református lelkipásztornak a szobájából, a Berekfürdői Megbékélés házának a folyósóján egyetlen egy homályos égő égett. Egyedül voltam a folyósón, csorogtak a könnyeim, és 3 percig hallottam a fülembe, hogy énekel a menny. Nem volt szöveg, a szöveg a Jelenések 15-ben van benne, olvassátok el, melódia volt, harmónia. De milliók és milliók énekelték, és úgy jött, mint egyetlen hang, és mint nagy vizek zúgása jött. És én ott álltam a folyóson, behunytam a szemem, és mondtam, még, nehogy abban maradjon. Közben néztem, kacsintottam az ajtókra, nehogy már egy hívő kilépjen, ebbe beleszóljon. Rám köszönjön, vagy megzavarja ezt. És drága testvérek, amikor fáradt vagyok, amikor sírok, amikor egyedül vagyok, vannak esték, amikor mérhetetlen vágy fog el, hogy hazamenjek. Ilyen estéken erre a 3 percre gondolok. Tudjátok, hogy miért? Mert azon az estén tudtam, tisztában voltam, hogy értem énekel a menny. Dicsőítették a bárányt, hogy a bárány a kereszten nem halt meg hiába. Nézzétek, még egy bűnös, Bódis Miklós elindult haza. És tudjátok, hogy mi a reménységem? A reménységem az, hogy még eljön egy nap, amikor énekelni fog értem a menny. Tudjátok, mikor lesz? Mikor megérkezek a gyöngykapuhoz, és belépek a gyöngykapun a mennyei Jeruzsálembe? Az én fehér ruhámba, amit megmosott a bárány vére, és az én Urammal elindulok az üvegtenger felé, arra a helyre, amit az Isten az igazi otthonomba, amit elkészített számomra, mert azon az estén Berekfürdőn Asztalos Zoli bácsi megtanított nekem egy éneket. Nincs a földön nékem itt szállásom, nincs itt nékem állandó lakásom, csak jövevény, vándor vagyok itt len, a mennyben van nekem örök kincsem.
Eljön egy este, amikor énekelni fog értem a menny, hogy Bódis Miklós megérkezett haza, mert még nem érkeztem meg haza, testvérek. Még csak úton vagyok. De elég erős a kereszt, hogy meg tudjon tartani. Amen. Hívő testvérek, amen. Elég erős a kereszt. És meg fog bennünket tartani az utolsó napig. És drága testvérek, készüljetek, mert eljön a nap, és közel van, amikor letesszük a tolószéket, amikor letesszük a mankót, letesszük a szemüvegeket, a protéziseket, letesszük a pacemakereket, és letesszük ezt a romlandó testet, és belépünk az Istennek az országába, és azon a napon énekelni fog a menny, hogy megérkeztünk haza. Nem akarnád, hogy ma éretted énekeljen a menny? Mert tudjátok, hogy én mit hiszek? Most fenn az angyalok minket néznek. A Biblia írja, azt mondja, látványosságává váltunk a világnak, az angyaloknak. Néznek az angyalok ma este, hogy mi lesz noszvajon. Lesz-e egy valaki, aki elindul? Lesz-e egy valaki itt a templomba? Nem azt nézik az angyalok, hogy itt mi ma este hányan vagyunk, és nem számolják, hanem az angyalok egyetlen egy dolgot néznek. Lesz-e ma este itt egy valaki, aki elindul követni Jézust? Lesz-e egy valaki, aki odaadja az életét Jézusnak, és leteszi a jövőjét, és leteszi a múltját, ahogy a versbe volt, ami hátra van, és elrendezi az Istennek a kezébe? Drága testvérek, az Isten elkészítette ezt az országot, és Mózes ennek az országnak a szélére érkezik meg. A halála napján. És az Isten, mint a törvény képviselőjét nem engedi be, de azt mondja, megmutatom, amit elkészítettem. És ezt megígértem, ezt várták a többiek is. Drága testvérek, van egy kedves barátom Marosvásárhelyen, és van két fia. Nagyon szereti a fiait. A fiai már 20 éven felül vannak, esténként el szoktak menni erre-arra, és azt mondja a barátom, hogy Miklós, minden este úgy 10-11 órakor kinézek a szobámból az előszobába, és oda nézek a fogas alá. És a fogas alatt, ha meglátom a két fiamnak a cipőjét, akkor békességben megyek be a szobámba, lefekszek, és öröm van a szívembe, itthon vannak a fiaim. Drága testvérek, ma este az Atya ki fog nézni a mennyei Jeruzsálem ablakán, és keresi a tornácba a cipődet. Egy cipő már ott van. Tudod, hogy kié? Aki a moslékos vájú mellől jött haza. El tudod képzelni, hogy hogy nézett ki a tékozló fiú cipője? Hányás rajta, pisi szak, ki tudja, levetette, nem vetette le. Disznó moslék ráfröccsenve, disznó ganéba járt, mert kell takarítani kellett a disznóknak a moslékját. És hazamegy a tékozló fiú, és kinéz az apa, leveti a cipőjét, levetkőzik, új ruhát kap. Kinéz az apa, és látja a ganais cipőt a folyóson. És tudod, mi van a szívébe? Öröm, hazajött az egyik fiam. A másik fiúnak tudod, milyen cipője van? Kibokszolt lakcipő. Olyan, hogy meg tudsz benne borotválkozni. Az önáltatásnak, a vallásosságnak a cipője, de nincs ott. Nincs levetve a cipő. Táncol valamelyik parketen, múlat, valamelyik szórakozó helyen jár. És az apa várja a másik fiúnak is a cipőjét, hogy megérkezzen haza. Új a cipőd?
Lakcipőd van, de le van vetve. Mert Isten azt mondja, Mózes, vesd le a saruidat, mert az a föld, ahol állatsz, és ahova majd bemész, az a föld a szent föld. Oda csak levetett cipővel lehet megállni. Drága testvérek, az Isten várja a cipőnket, hogy levessük a mennyei Jeruzsálem kapuja előtt, és bemenjünk az ő országába. Ma este szeretném elmondani nektek azt, hogy miért mehetünk be. Svájcban a reformáció ideje alatt az ország több részre volt osztva, kantonok voltak, megyék úgymond, és ezek a megyék harcba álltak egymással, némelyek vallási összetűzések voltak, és volt az egyik kantonnak egy nagyon felszerelt hadserege, amelyben a katonák pajzsot hordtak, a pajzson keresztül volt egy ilyen lándzsa, hegyes vaslándzsa kiszúrva, és az ellenség, amikor jött az ellenség, azonnal zártak oldalt is, felül is, és tulajdonképpen az ellenség egy vasfalba ütközött bele. És úgy nézett ki, hogy ez a sereg bevehetetlen. És az egyik alkalommal a csatát remélem jól ejtem, egy Argau nevű vitéz vezette, és ez a vitéz azt csinálta, hogy a seregével megtámadta ezt a vasfalat, és úgy támadta meg, hogy a lován előre vágtatott, két kard volt a kezébe, kitárta így így lovagolt a két karddal a kezébe teljes sebességgel, és neki ment ennek az acélfalnak, és három lándzsát innen, három lándzsát innen összehúzott, hatott, és belengedte a mellébe. Azonnal szörnyet halt. De a hat lándzsának a helyén lett egy rés. És ezen a résen a sereg benyomult, és megnyerték a csatát. Drága testvérek, amikor az őseink vétkeztek, az Isten szépen kitette őket a paradicsomból, és a paradicsomnak az ajtajába egy kérubot odarakott egy villogó karddal, és azt mondta Isten, ha itt valaki megpróbál bejönni, az ebbe a kardba megy bele. És drága testvérek, a kereszten nem történt egyéb, amikor megnyillott az ajtó és az út, hogy az Úr Jézus Krisztus belement a testével ebbe a kardba. És ezért mondja, hogy kövess engem. Gyere utánam, mert én belementem a kardba, és azon a helyen, ahol belementem a kérub kardjába, szabad a hely vissza az Isten országába. Bemehetsz. Bemehetsz a békességre. Bemehetsz az örök életre. Bemehetsz az Isten országába. És testvérek, innentől kezdve minden a Vörös-tengeren való átkelés, amikor kinyílik a Vörös-tenger, és szabad az út ki a szabadságra. Amikor az Isten megállítja a tenyerével, mert én hiszem, hogy nem véletlenül, én ott néztem a Jordánt, mert hallottam egy nagy egyházi vezetőt arról beszélni, hogy áradás volt, és beomlott a part, és megállította a Jordánt, és átment 600 ezer ember. Dehogy testvérek, ott nem lehet a Jordánt eldugaszolni. Oda az Isten oda tette a kezét, és azt mondta a népnek, hogy menjetek át, és amikor az utolsó pap is a fridládával kivette a lábát a Jordánból, akkor elindult a víz lefele. Az Isten végig azt kommunikálta a Vörös-tengerrel, a Jordánnal, a kereszttel azt kommunikálja, hogy emberek, nyitva van az ajtó. Be lehet menni az ajtón, de azt mondja az Isten, siessetek! Ne okoskodj! Ne
Tötyögjél az Isten országának az ajtaja előtt, ne gondolkozz, ne tanakodj testtel és vérrel, mert a szíved meg az eszed nem fog jó tanácsot adni, siess, és vedd el az üdvösséget, és menj el. Megszoktam kérdezni emberektől, testvérek, hogy tudja valaki közületek, hogy hány óra alatt lehetett átmenni a Vöröstengeren, amíg nyitva volt? Az azért nem egy séta volt. Ott lélektani harc volt, ahogy a vízfalak álltak, és a nép a gyerekekkel, meg az öregekkel mentek. Hány óra adatott, hogy átmenjenek? Tudjátok, hogy mennyi? 6 óra adatott. Reggel 9-től délután 3-ig. És tudjátok, hogy miért? Mert addig két kézzel valaki, két átszegezett kézzel így tartotta a vízfalat. Nem maguktól álltak, testvérek, a vízfalak. Hanem valaki átszegzett kézzel fenn a kereszten, 6 órán keresztül tartotta a falat, és azt mondta, hogy menjetek, most van itt az idő, most van az üdvösségnek a napja, mert ha vársz, és eltellik az idő, összecsukódik a víz, lejár a kegyelem, és az egyiptomi hadsereggel, fáraóval fogsz ott pusztulni a vízbe. Testvérek, aki ma este meg akar menekülni, az jöjjön! Az jöjjön, meneküljön gyorsan! Mert ha ott maradsz most, ahol vagy, ha ott maradsz Egyiptomba, a bűnödbe, az ördöggel, a sátánnal és a démoni seregével fogsz elkárhozni. Isten ad minden embernek egy napot. Én azt hiszem, hogyha azon az estén nem döntök az Isten mellett, nekem végem van. Mi lesz veled, ha ma este is elkésed a vonatot? Mi lesz, ha lejár a kegyelem ideje a számodra? Mi lesz, ha bezárul az ajtó? Tudjátok, hogy a kislányom, a legkisebbik lányom hogy tért meg? Hívtam döntésre embereket, egy teremben voltunk, és az emberek jöttek, hogy adják át az életüket. És a lányom is hallotta a hívást. És hallottam később a bizonságtételébe a fiatalok között, hogy felnéztem egyszer, és azt láttam már, hogy csak egy hely van, ahova még ki lehet állni. És arra gondoltam, mi lesz, ha ezt a helyet elfoglalják. És arra gondoltam, ugyanígy tellik be az Isten országába is a hely. Testvérek, a kegyelmi idő nem a halálod napjáig tart, azt felejtsd el. Tudjátok, hogy mi van a Niagara vízesés mellett? 300 méterre fenn a zuhatattól van egy tábla, kitéve a parton, és az van kiírva rá, hogy innen arra fele nem lehet segíteni. A tábláig, ha valakit elsodor a víz, ki lehetett húzni, de amikor meghaladta a táblát, és tudjátok, hogy mi a borzasztó? Hogy a táblától a zuhatagig még lezuhan az ember, van 300 méter. Szuszok, oxigén szív, nézelődik, könyvet olvas, tévét néz, meccseket néz, csak már vége. Idő kérdése, hogy mikor esik le a csónak. Eltellik a kegyelmi idő? Tudjátok, hogy miért? Mert Isten azt mondja a Bibliába, szóltam hozzád kétszer, háromszor, többé nem szólok. Szól az Isten kétszer vagy háromszor, lehet 20 éves korodik, lehet 30 éves korodik, és többet nem fog szólni az Isten. Elhiszem azt, hogy fogsz élni 80 évet. Megéred a 80 évet. Megéred, csak többet nem szól az Isten. Most hív. Ne jázd el a mai napot. Ne jázd el a mai napot. És drága testvérek, hogy ma este Isten megerősítsen bennünket a döntésünkben, hogy kövessük őt. Én szeretném nektek konkrétan, fizikailag is megmutatni, hogy Isten mit mutatott Mózesnek
a Pizga csúcsán. Tiszteletes, indítsátok el a filmet, jó? Mindenki látja, mindenki itt a... Ha nem, akkor tessenek olyan helyre ülni, ahol láthatják ezeket a képeket. Boldog békedet.
Lesz a mennybe majd. A mennyei Jeruzsálem. Tudjátok, hogy mi a különös ezekben a képekben? Ha észrevettétek, akkor teljesen kopár minden. Amit Mózes látott, azt látta, hogy Uram, ez a tejjel és mézzel folyó föld, hát nem él meg rajta a kecske se. Nem volt egy hű se, nem láttátok? És tudjátok, mi történik? Letelepszik ezen a földön egy zsidó, és 3 év múlva elkezd a föld datóját teremni, fügét, banánt, mindenféle gyümölcsöt, kivirágoznak a kertek. Tudjátok, hogy miért? Mert az Isten megígérte. És ez az ő kezében van. És még kimaradt egy dolog. Kérem azt az utolsó dolgot, azt az utolsó képet megmutatni, még mutatott ezen kívül valamit Isten Mózesnek, hogy ki tudjon tartani. Ezt az egy képet kérem szépen, hogy így most már. Ezt a hegyet mutatta meg végül az Isten Mózesnek. Előre látta Mózes, hogy el fog jönni egy próféta, és azt mondta, hogy olyan lesz, mint én, de mégis más, és ő rá hallgassatok. El fog jönni valaki, és az Isten megmutatta ezt a valakit, megmutatta ezt a hegyet is. Ellátott Mózes messze, egészen a Golgotáig, ellátott a Sionig, és Isten megmutatta neki a keresztet. Hogy Mózeshez éretted is elvégeztetett. Higgyél, Mózes! És ő általa bemehetsz, ő rajta keresztül nyillott meg az ajtó, nincs más út, testvérek, nincsen más ajtó, és nincsen más megoldás. Egyedül itt vezet át az út. Aki be akar menni az Isten országába, ha nem volt soha még igazi otthonod, igazi békességed, igazi örömöd, Jézus Krisztuson keresztül megtalálhatod, és a tied lehet ma este. Drága testvérek, végezetül kérlek, van még egy film, a YouTube-on nagyon nehezen lehet megtalálni, de ha szóltok a fiataloknak, megkeresik nektek. Egy ilyen sorozat, amelynek ez a címe, hogy az Atya szeretete. És ebben a sorozatban van egy olyan rész, amikor a barcelonai olimpián egy amerikai néger srác gátfutáson szalad, 400 méteres gátfutáson, és belebotlik az egyik gátba, elesik, és teljesen eltörik a lába, nyílt törés szenved. A kamera filmezi, ahogy a földön van, látszik az arcán a fájdalom, a többiek már mind beszaladtak a célba, régen beértek, és ebben a pillanatban történik valami.
A lelátóról leugrik egy férfi. A bodyguardok rohannak feléje, hogy teperjék le, vagy hárman, hogy ugorjanak rá, és ekkor a lelátóról leugrott férfi valamit kiált a bodyguardok felé, és azok hátrahúzódnak mind. És a férfi oda megy ehhez a 2,20 méter magas, kigyúrt néger atléta fiúhoz, aki a földön fekszik törött lábbal, lehajol hozzá, és a kamera veszi közelre a hangot is, meg a képet is, hogy mi történik. Ránéz a fiúra, és azt mondja neki, hogy nézz rám. A fiú felnéz keservesen, belenéz a férfinek a szemébe, az apja volt, aki tudta, hogy a fiának mennyi lemondásába, mennyi harcába, mennyi keserűségébe tellett az, hogy ezt a 400 métert ő megfussa. Ránéz a fiúra, és azt mondja a fiának, fogd meg a nyakamat, kapaszkodj belém, együtt menni fog. És a fiú megöleli az apának a nyakát, a fele annyi apja, még fele sem a fiú magasságának, felemeli a fiát, a fiú pedig törött lábbal belekapaszkodik az apjának a nyakába, a vállára, és fél lábon, így ugrálva, az apjával elindul a cél fele. Ebben a pillanatban felállott az egész stadion. Már senkit nem érdekelt, hogy ki nyerte meg a futamot, ki nyerte meg a koronát, hanem mindenki azt nézte, vajon beér a fiú a célba. Mert testvérek, látványosságává váltunk ennek a világnak, és nézni fogja ez a világ, hogy vajon Bódis Miklós beér a célba? Vajon Anda Tibor beér a célba? Vajon Pintér Elemér beér a célba? Vajon Jobbágy Józsi testvérem beér a célba? Mihály testvérem beér a célba? Beérsz a célba? Ezt nézi a világ. Miért? Mert útközben testvérek eltörik a lábunk, és szeretnék nektek elmondani egy titkot, az utolsó 100 méteren a legtöbben majd arra fogunk szorulni, hogy valakibe belekapaszkodjunk. Az utolsó 100 méteren etetni fognak minket, pelenkázni fognak minket, itatni fognak legtöbbünket, és tolni fognak legtöbbünket. És drága testvérek, én az én életemről tudom azt, hogy egyszer elmaradnak a csodák, és többet nem lesznek. És lehet majd eljut noszvajra egy hír, a fiatalabb, akit meg fogják élni, hogy Bódis Miklós nem jött ki egy ajtón. Az ő Istene nem tudta kihozni a tüzes kemencéből, egy ajtón bement, és többet nem jött ki. Testvérek, akarom, hogy tudjátok, akik ezt megélitek, hogy azon a napon Bódis Miklóssal a legnagyobb csoda történt. Hazamehetett. Hazamehetett. Testvérek, nem mindig gyógyulunk meg. És nem mindenki gyógyul meg. Én tudom, hogy az életemben eljön egy nap, amikor vége lesz. És befejeződik itt a földön az ajtónyitogatás. De a legnagyobb csoda fog történni velem azon a napon. Hazamehetek az apámhoz. Oda, ahova én tartozok. Mert én nem ebből a világból való vagyok. Ez a világ nem az én hazám. Itt csak átutazok egy pár évig, és aztán elmegyek. Ott van az igazi. Ez csak ányképe annak.
ez abból állott elő, az az eredeti. Akarsz-e hazamenni? Akarsz az Isten népéhez tartozni? Meg akarod-e látni ezt az országot, amely sokkal csodálatosabb lesz, mint amit itt láttunk? Nézd meg, nézz arra rá, elvégeztetett. Minden készen van. Mindent elkészítettek számodra a mennybe. Neked egyetlen egy feladatod van, az, hogy gyere. Az, hogy gyere a hívásra. Egyetlen egy dolgod van, hogy engedj az Isten hívásának. Indulj el, és bízd rá magad. Ezért, drága testvérek, ma este arra kérek mindenkit, akit hív az Isten lelke, hogy jöjjön. Most az igehirdetés után el fog hangzani egy ének, gyere a kereszthez, és arra kérem azt az egyet, ma este itt a noszvai templomba, akinek a szívébe megfogamzott ez a vágy, hogy én ide akarok, ő hozzá akarok tartozni. Nekem kell ez az ország, amit ő elkészített. Én polgára akarok lenni ennek az országnak, és én jönni akarok követni Jézust. Az jöjjön ki az Úr asztalához, itt lesz egy kereszt majd, amit ide tesznek a testvérek. Gyere a Krisztus keresztjéhez, és azt a kegyelmet, amit ma este neked Isten felkínál, azt fogadd el. Testvérek, nem erőltetünk senkit, akinek nagyon kell, és akinek nagyon sürgős, és aki nem akar okoskodni, meg nem akar matatni, meg tapogatózni, meg okokat találni, és akinek ma este a szívébe az van, hogy ő többre becsüli a Krisztusért való gyalázatot, mint a bűn ideig, óráig való gyönyörűségét, az jöjjön ma este, és vegye az életnek a vizét ingyen, mert Isten ingyen adja. Ő mindent megtett azért, hogy neked üdvösséged legyen. Ő mindent elvégzett azért, a 6 óra alatt a kereszten, hogy te bemelsz az ő országába. Ma este Isten kitárja az ajtót, és nyitva van az ajtó. És akinek kell az örök élet, az ez alatt, az ének alatt jöjjön, és adja át az életét Jézusnak. Tedd le az életedet, a jövődet, a családodat, most, ma este az Isten kezébe, adatik neked ez a pillanat. Többet soha nem adatik meg. Egy év múlva sokan nem lesznek már közöttünk. 10 év múlva még kevesebben. Elvétetik a kegyelem, és bezárul a kegyelem ajtaja. Most van itt a kellemes idő, most van itt az üdvösségnek a napja. Gyere és add át az életedet az Úrnak, és mi itt a templomban imádkozni fogunk azért, hogy Isten tartson meg téged mindvégig a kegyelembe, hogy bemehess az ő országába. Jöjjetek, és adjátok át magatokat Jézus Krisztusnak. Énekeljétek hát, testvérek, ezt az éneket, és ez alatt várom, ne nézd azt, hogy kit kell felkölteni a padból, ne nézd azt, hogy az, akivel jöttél, kijön vagy nem jön ki, most rólad van szó, a te életedről, a te üdvösségedről. Ha Isten lelke hív az örök életre ma este, akkor ne tanakodj, hanem gyere és fogadd el az Úr Jézus Krisztust, életed megváltójának. Jövök a kereszthez,
kereszthez. Itt van számodra az élet. Áldott legyen az Isten értetek. Aki szomjazik, az jöjjön én hozzám és igyék. Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, a soha többé meg nem szomjózik, hanem annak belsejéből élő víznek folyamai ömlenek majd. Enged, hogy Isten lelke megtöltsön az ő békességével. Ne engedd, hogy becsapjon az ördög. Ha nem vagy megváltva, jöjj a kereszthez és fogadd el az üdvösséget. Mi lesz veled, ha elveszel? Szent lelke, szállj alá testvéreimre, akik előre jöttek. Dőzs be most az ő szívüket a te erőddel, békességeddel, örömöddel. Azért imádkozok, Uram, hogy áradjon ki gazdagon rájuk a te kegyelmet. Kérlek, hogy bocsásd meg az ő bűnüket a Jézus Krisztus vére által. Töröld el, Uram, és fogadd őket, a te kebledre öleld magadhoz őket, hogy el ne vesszenek, hanem mindvégig megmaradjanak az úton, és megérkezzenek te hozzád a mennybe. Amen. Drága testvérek, öröm van a mennybe, és öröm van Jézus szívébe, mert Jézus mondja, nagyobb öröm van a mennybe, egyetlen egy megtért bűnösön, mintsem, hogy 99-en, aki azt mondja, hogy neki nincs szüksége a megtérésre. Szeretnék most nektek ebben az órában elmondani egy igét, amelyet az Úr Jézus Krisztus mondott el, és ez az ige így hangzik, aki én hozzám jő, én a semmiképpen ki nem vetem. Mivel te ma este Jézushoz jöttél, az ő keresztjéhez jöttél, halld meg az igét, akármilyen bűnöd van, akárki vagy, akármilyen múltad van, ő azt mondja, aki én hozzám jő,
azt én semmiképpen ki nem vetem. Jézus, mivel hozzájöttél ma este, elfogadott téged. Az övé vagy. És ne engedjétek, hogy becsapjon az ördög benneteket, mert azt fogja mondani, te nem vagy az ő fia, te bűnös vagy, te nem érdemled meg. Ez nem igaz. Az Úr Jézus Krisztus megfizette, érted, a váltságdíjat, az árat, hogy te az övé legyél. Kétszeresen joga van hozzád. Ő teremtett meg téged, és ő váltott meg téged a kereszten. Ő ma este megajándékoz téged a bűnök bocsánatával és az örök élettel. Szeretném, hogyha együtt imádkoznák veletek, hogy Isten hallja ma este a te imádságodat, ez alatt a gyülekezet álljon fel, imádkozzunk, mi is értük, és hogyha úgy érzitek, testvérek, hogy az én imádságom a ti imádságotok is, akkor szünetet tartok, és ti is hangosan együtt mondjátok velem az imádságot. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy meghaltál értem. Áldom a te nevedet, hogy megváltottad az életemet. Köszönöm, hogy ma este magadhoz hívtál engem. Áldallak téged azért, amit elkészítettél az én számomra a mennybe. Jézus, én szeretlek téged. Jézus, én veled akarok lenni. Veled akarok élni és meghalni. És örökké a tied akarok lenni. És veled lenni az Atya országába. Itt állok előtted. Ma este hozzád jöttem. És kérlek, hogy fogadj el engem. Bocsásd meg a bűneimet. Töröld el azokat. Én hiszem, és megvallom, hogy a te véred van bűneim bocsánata. Hiszem, hogy a te sebeidben van gyógyulásom. Gyógyíts meg engem, és meggyógyulok. Szabadíts meg engem, és megszabadulok. Hadd hújanak le a kötelek rólam ma este. És töltsön be a te szent lelkednek öröme. Hadd járhassak veled életem hátra lévő részébe. Köszönöm neked az enyémet. Használj fel engemet az ő életükbe is, hogy üdvösségre jussanak. Imádkozok azokért, akik az én beszédemre hisznek majd benned. Add, hogy a te szolgád lehessek. Magasztallak téged azért, hogy elfogadtál engem, hogy megbocsájtottál nekem, és hogy örök életet adtál. A szívemmel hiszem, és a számmal ma este megvallom, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, és azt akarom, hogy az én életembe is Úr és Király legyen. Jöjj Jézus és tölts be engem. Hallgass meg engem, Isten fia. Amen.
Az Úr áldjon meg titeket, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcájának világosságát rejátok, s adjon néktek békességet, Szent Fia, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Menjetek a helyetekre, testvérek! Én tanul hívom ma este is az eget és a földet, hogy én ma este az életet és a halált adtam néked elődbe, az áldást és az átkot. Válaszd az életet, válasszátok az életet, hogy élhessetek mint ti, mind a ti utódaitok, mindörökké. Amen. Minden kész, minden győztes.
Dicsőség az Úrnak azért, hogy jöttetek hozzá, testvérek, és hogy megerősödhettünk a hitünkben ezen a héten. És eljött a búcsú pillanata, bár a ma estét még itt tölti Miklós testvérünk, és lehet vele találkozni, beszélgetni is. Fogunk még imádkozni is a megtért testvérekért. Együtt az irodában egy kis ima közösséget is fogunk tartani. De most elköszönünk, és Isten áldását kívánjuk a további utadra, életedre. Egy nagyon a kis apróságot jelképesen fogunk most átadni. Reméljük, hogy majd kicsit hozzá tudunk járulni a te gyógyulásod is a Bugácsi fürdőben. Töltötte Miklós testvérünk a napnak néhány óráját, mert egy gerinc probléma miatt az jót tesz neki, és szeretnénk ezzel kapcsolatban is segíteni, és úgy utadra bocsátani, hogy tovább tud végezni ezt a szolgálatot, amit valóban nem csak a Kárpát-medencében, hanem azon jóval túl is végez rajtad keresztül az élő Isten. Sok szeretettel és áldásunkat kívánva ezt a kis jelképes, igen, Péter testvérünk akkor átadja Noszvajról. Egy kis emlék is, egy kis finomság, noszvai szilvalekvár és tea, úgyhogy meg egy kép az egyik ilyen fali kazettánkról, pont arról, ami nem látszik itt a vetítő mögött, ugye, amin a pelikán van, amin aki a vérével táplálja a fiókáit, az Úr Jézusról szóló jelkép. Köszönöm szépen, testvérek! Én Borbács Marcsitó hallottam, hogy milyen jó ízeket főznek itt. Látom, hogy itt van benne. Hát Tibor testvérem, először is szeretném megköszönni azt, hogy meghívtatok, immár harmadik alkalommal, hogy itt szolgálhattam a gyülekezetbe, és végig azért imádkoztam az Úrhoz, hogy lehessek áldás közöttetek, még itt vagyok, sok embernek a számára, mint ahogy ti is áldás voltatok az én számomra, mert szeretném elmondani azt, amit láttam, hogy az első alkalomtól, amikor itt voltam, nagyon sokat fejlődött a gyülekezet, lehet, hogy ti nem veszitek észre, de én igen. Amikor először itt voltam, akkor Tibor testvérem itt úgy szögdécselt az úrasztala körül, mint a nyúl. Harangozott is, zenélt is, vetített is minden. És szeretném elmondani, srácok, hogy ha nem is énekelnétek semmit, hanem csak kiállottok, és látnak benneteket az emberek, ahogy itt vagytok a gitárral, és énekeltek, már ez bizonság. Már ez bizonság Noszvaj számára, mert ez az este egy ítélet lesz a noszvai nép számára, akik nincsenek itt, akiknek elment a meghívó, de még nagyobb ítélet lesz az számára, aki még mindig úgy ül most ma este a padba, hogy el van veszve, soha nem mondott igent Jézusnak, soha nem jött Jézushoz, soha nem fogadta be Jézust. Az ő számára ma este egy ítélet lesz, és nem kegyelem, mert megadatott az idő. És ti pedig itt, ahogy énekeltetek, és együtt dolgoztok, ti bizonságai vagytok annak, hogy az Isten megváltott benneteket, könyörült rajtatok, és áldjátok, és dicsőítsétek tovább az Istent, és buzdítom arra a többieket is, akik tudnak énekelni, meg zenélni, hogy áldják és magasztalják az Istent. Aztán óriási fejlődés az, hogy ahogy jöttem be első este a templomba, asszonyok álltak a templom előtt, és kérdezem, hogy már nincs helyben? És azt mondják, de van. És akkor kérdezem, hogy mit állnak itt? Hát tiszteltes úr, mi vagyunk azok, akik fogadjuk a vendégeket, és megmondjuk, hogy hova kell leülni. Na, ez már egy óriási fejlődés, drága testvérek, és ez már szolgálat az Isten országába, mert az Isten országába nem azért voltunk elhívva a szőlőbe, hogy leüljünk a tőke alá, és lágykenyére legyük a szőlőt.
hanem azért voltunk elhívva, hogy dolgozzunk az Isten országába, ne kritizáljunk, hogy nem megy jól a gyülekezetbe, és ez meg az van, hanem építsük az Isten országát, és munkálkodjunk az Isten országába. Erre voltunk elhívva, és titeket is, akik ma este egy döntést hoztatok, hogy elhagyjátok Egyiptomot és Isten országába mentek, erre hív el az Isten, hogy a mai estétől kezdve fogjatok neki szolgálni, mert annyi emberrel találkozok, akik azt mondják egy-egy evangelizáció után, oda jönnek, adnak nekem egy igét vagy valamit, azt tiszteletes úr, imádkozzon értünk. És én ránézek és megkérdezem, és te mit csinálsz? Mert én járom a Kárpát-medencét, szolgálok, van egy hatalmas ima listám, akikért imádkozok, mert nyomorúságban vannak, de te, aki kéred tőlem, hogy imádkozzak érted, te mit csinálsz? Lógatod a lábad, és kiszolgáltatod magadat, érted, imádkozzanak, neked meleg helyet adjanak, neked legyen meg minden, mennyit szolgálsz Jézus Krisztusért? Szolgáljatok, testvérem, az Úrnak, és köszönöm azoknak az asszonyoknak, akik úgy szolgáltak, hogy nagyon finom ebédet hoztak nekem, és köszönöm az ő fáradtságukat is, hogy noszvajon nem szűkölködtem, és akik befogadtak a házukba, és vendégül láttak engem, az Isten áldja meg őket, és az Úrnak áldása maradjon ott a házukon, a családjukon, az életükön, és azt kívánom, hogy maradjon itt a gyülekezetbe is, a faluba is, a környéken, hogy Isten országa terjedjen, és a népünk és nemzetünk megelevenedjen, megújuljon, és a békesség útjára térjen. Drága testvérek, elköszönök, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg titeket mindvégig az ő kegyelmébe. Isten áldjon meg bennetek. Áldjon meg, és őrizzen meg téged az Úr, ragyogtassa a Szent Orcáját te rajtad, könyörüljön kegyelmével életedet, békességét adja néked, amen. Könyörüljön kegyelmével életedet, köszönöm szépen.